hozzád. Hallgasd meg szívünk, ó, áld meg népünk, áld meg nemzetünk. A nagy világon e kívül sehol sincs helyünk, s mi egymástól is megtagadtuk, hogy boldogok legyünk. Szállj, dalom, szállj, gyönge kis madár, határokon túl a hargitáig szállj, bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt. Krisztus soha el nem hagyja őt. Mint oldott kévét, hányszor szórta szét szörnyű vihar, lesújtott ránk, ó, mennyi nemzet fia néz, ma gyűlölködve ránk. Szállj, dalom, szállj, gyönge kis madár, határokon túl a hargitáig szállj, bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt. Krisztus soha el nem hagyja őt. Nagy szeretettel köszöntelek itt az Apostol Televízió stúdiójában Dévai Nagy Kamillát, Liszt, Bartók és Kazinczy Díjas előadó művésznőt. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Egy nagy ünnepre készülünk, ez most a legaktuálisabb, ugyanis 50 éve, hogy először szerepeltél a televízióban, és ennek az 50 évnek egy eszenciája fog elhangzani november 10-én, egy koncerten. Igen, akkor már is hadd mondjam, hogy nagyon sok szeretettel várom a kedves hallgatóságot és nézőket a Szilágyi Dezső téri református templomba november 10-én, délután 5 órakor. Az az érdekesség, hogy pont sikerült arra egy napra kapni helyszínt, és ezt is köszönöm, pontosan arra a napra, amikor 1968. november 10-én este 7 órakor álltam először a televízió kamerái előtt, akkor volt a Nyílik a Rózsának az egyik első elődöntője, és hát akkor még igazán tényleg a tojáshéjót volt a fenekem, nem is mondhatom magam egyáltalán énekesnek, akkor még kis diáklány voltam, és aztán a zsűri a gitár miatt kihajított, fantasztikus zsűri volt, és nagyon nagy tudású emberek és csodálatos emberek voltak benne. Béres Ferenc, Török Erzsi, Radnai János, az Operaház csodálatos énekese, Kovács Apollónia, Gulyás László, Sárosi Bálint, népzenekutató. És hát ők viszont nem szívelhették, hogy én gitárral állok neki népdalokat énekelni, úgyhogy kihajítottak a versenyből. És akkor még, ugye egy televízióadás lévén, még az utcák kiürültek, amikor ez a vetélkedő zajlott, mert a Ki mit tud is mindig óriási közönséget vonzott, és hát ez volt az első ilyen jellegű vetélkedő, tényleg az utcák kiürültek. És az emberek viszont annyira sajnálták azt a kis gitáros lányt, hogy pénteken éjfélig kellett levelező lapot postára adni, és így juthatott az ember tovább, hát tovább juttattak. Aztán a zsűri megint kihajított, és a közönség ismét visszaszavazott, úgyhogy ha tetszik, ha nem, már tulajdonképpen akkor megpecsételődött a sorsom.
És ez volt a kezdet. Akkor persze még nem sejtette senki, hogy milyen szép következmények lesznek, illetve mi minden történik a következő években. Nem tudom, hogy szeretnél-e arról beszélni, hogy a Zenakadémiára is felvételiztél, és hogy ott tulajdonképpen egy fájdalmas döntés volt, hogy te már kész vagy. Nem csak ezt mondták, hanem én kétszer is jelentkeztem a Zeneakadémiára. Az tartozik a dologhoz, hogy én nagyon későn tudtam eldönteni, hogy hova is jelentkezzek. Tehát én nem jártam zenei általánosba, én nem jártam külön zenegimnáziumba, konzervatóriumba, tehát 12 év előnye volt azoknak, akik eleve már gyerekkoruktól tudatosan arra készülnek, hogy ők énektanárok lesznek. Én azt tudtam, hogy tanár szeretnék lenni, de nem tudtam eldönteni, hogy most magyar történelem szakos, esetleg magyar-francia szakos, vagy énektanár leszek. És akkor, amikor elém tették a jelentkezési lapot, hogy ki kell tölteni, én lángbetűkkel azt láttam odaírva, hogy Zeneakadémia. De pontosan tudtam azt is, hogy nincs meg a kellő alaptudásom hozzá, tehát hirtelen hamarjába kivettem saját magamat magántanulónak érettségi előtt. Hát ez jó nagy bátorság volt, és jó nagy merészség volt, mert én azt tudtam, hogy reggel 8-tól este 10-ig én zongorázni, szolfést tanulni, zeneelméletet, összhangzattant, mindent, ami a Zeneakadémiára kell, azokat fogom csinálni, és én bizony bele nem szagolok a matematikába, franciába, magyarba, történelembe, de hála Istennek ez tényleg így volt. És az első felvételikor elértem, ugye 18 ponttól vették fel az embert, és én 17,5 pontot értem el. Uh-huh. Úgyhogy ez ahelyett, hogy letört volna, én olyan büszke voltam, hogy hát a többiekkel versenyezve, akik mondom, akik 12 év óta erre készülnek, hát ahhoz képest azért jó feljöttem. Úgyhogy a második felvételire már úgy mentem el, hogy addigra lezajlott a Nyílik a rózsának ez a bizonyos kitettek, visszaszavaztak játéka, és hát én tudtam, hogy ja Istenem, ez azért remélem, hogy nem fog beleszólni a Zeneakadémiai felvételibe, mert én emellett éjjel-nappal a Magyar Tudományos Akadémia népzenekutató csoportjában dolgoztam dr. Kis Lajos mellett. És véletlenül kerültem oda csak népdalt kérni, de ott ragadtam. Úgyhogy én egy évig ott dolgoztam, és még azokról a régi-régi Pátria lemezekről, amik még ilyen röntgen felvételre készültek, Bartók Béla gyűjtéséből hetente 1000 népdalt néztem át, tehát én úgy megerősödve keveredtem vissza a második Zeneakadémiai felvételire, hogy tudtam is, hogy jól sikerült, és most sinem vagyok, és azt csinálom végre. Jó, énekelek, persze az emberek szeretik, oké, rendben van, de hát ez csak úgy mellékesen. Én a tanárságra készülök. És úgy ültem ott a vizsgabizottság előtt, a Zeneakadémiai vizsga elnöknél, amikor a soromra vártam, hogy minden sikerült. Drága, aranyos Mohainé Katanics Mária, aki az én csodálatos énektanárom volt a Szilágyi Erzsébet gimnáziumban, illetőleg én a nagylány kamarakórusba is felvételt nyertem, úgyhogy én Arezzóba és más helyeken a kórussal nagyon-nagyon sokat mentem és utaztam, és az életem egyik legcsodálatosabb szakasza volt. No, és ez a drága Maresz, mert úgy hívtuk egymás között, ez a drága Maresz még vezényelni is engedte a nagylány kórust, úgyhogy tudtam azt, hogy mindent, amit a felvételére kell, mindent tudok. És hát egyszer csak nyílik az ajtó, kinéz rajta a kedves Szőnyi Erzsébet, ő volt a tanszékvezető akkor, és azt mondja, hogy hát akkor jöjjek, fáradjak be, most van a felvételi elbeszélgetés. Hát mentem be, és olyan kezdtem mondani, hogy hát nem is tudom, kedves Anikó, vagy kedves Kamilla, most hogy hívjam, így kezdte. Hát láttuk a televízióban, na mondom, ez elég baj nekem. és hát tényleg bajként jelentkezett, ugyanis Szőnyi Erzsébet azt mondta, hogy nagyon kevesen érnek el maximális 20 pontot. És én elértem.
Tehát tulajdonképpen hibapont nélkül legjobb voltam magánénekből, legjobb voltam zongorából, ki ne hagyjam, egy igazi Bartók tanítványtól tanultam zongorázni. Úgyhogy fantasztikus, és Pócsonyi Mária nénitől tanultam szolfést és összhangzattant, és az én fejem szerint mentünk, mivel nem volt meg igazán az alapom, ezért úgy mentünk, ahogy amilyen tempóban én fel tudtam venni a tananyagot. És ezek valami olyan mélységes boldogsággal teli idők voltak, és mint egy szivacs úgy szívtam magamba nagyon boldogan a tudnivalókat. És akkor mondom, Szőnyi Erzsébet azt mondja, hogy hát ez meg is látszik, hogy én most ezt az egész évet tényleg erre szántam, mert hogy 20 pontot kaptam, de ennek ellenére nem vesznek fel a Zeneakadémiára, mert hogy én túl szép vagyok, túl talpra esett vagyok, túl sikeres vagyok, a közönség is nagyon szeret, én már pályán vagyok, és hogy ne vegyem el, szó szerint így hangzott el, hogy ne vegyem el a helyet azok elől, akik csak tanítani tudnának. Hogy én sose hervadnék el egy katedra mögött. Hát azért egy olyan 40 év után jutottam oda, csak most nem akarok az időben előre szaladni, hogy mégis valóra válthattam ezt a vágyamat, mert én ezt belül éreztem, és aztán a sors is igazolta, hogy a világon a legjobban szeretek az éneklés mellett tanítani. De most igen, ezzel előre ugrottunk igen, az időben, igen, csak a zeneakadémiai felvételit szerettem volna tisztázni, hogy nem csak úgy egyszerűen nem sikerült, hanem ezért nem sikerült. Viszont ennek a nagyon szomorú hírnek azért a hatására, vagy következtében volt egy olyan esemény, amivel aminek kapcsán a férjeddel megismerkedtél. Hát igen. Én akkor legszívesebben beleugrottam volna a Dunába. És Dévai György volt, aki ezt tulajdonképpen nem hagyta, és ő lett aztán a férjem is, és gyermekeimnek az apja is. Igen. Hát ez igen, egy fájdalmas, de mégis gyönyörű történet. Lépjünk tovább, mert annyi minden, olyan gazdag életút van hátad mögött, és olyan, úgy szeretném, hogyha ebben az 50 percben, ami rendelkezésünk rá, úgy valahogy próbálnánk úgy összefoglalni a leglényegesebb pontokat. Egy szál gitárral elindultál a világba mindenhol, hát egyszerűen a magyar televízió is, de a sajtó teli volt a hírekkel, hogy hol mindenhol jártál te akkor. Hát tényleg a nyakamba vettem a nagyvilágot, mert a gitárnak nem kellett repülőjegy, nem kellett szállodaszobát fizetni, nem kellett etetni, és egy személyben, hogyha irodalmi műsor kellett, akkor azt adtam, hogyha népzenei műsor, vagy szórakoztató, vagy rendhagyó irodalom óra, akkor azokat én mindig úgy igazítottam, hogy a kéréseknek megfelelő legyen. És aztán ebből lett az, hogy egyik helyről átszóltak a másik helyre, például amikor, hát az, hát először is Berlinben kellett 1973-ban úgy megfelelni, hogy 45 ország 122 versenyzője közül én kaptam meg az Arany Fesztivál díjat. És ott volt először, amikor az Alexanderplatzon a hosszú, fekete alsó szoknyámat úgy felkapva, és közben a hátamon a gitárral loholtam egyik színpadtól a másikig, és akkor félrenyílt a tömeg, ahogy én ott loholtam és futottam, az tényleg 7 színpad volt ott a környéken, és hát amikor kezdtek megismerni, mert mindegyik színpadon ott voltam, mert egyszerű volt, megint ezzel az egyszál gitárral nem kellett olyan nagyon a hanggal beállni, nem kellett 5 embernek átrohanni a nagyon nagy tömegen. Úgyhogy az emberek, mikor látták, hogy én így nyargalok a gitárral, félrehúzódtak, tehát utat nyitottak nekem, és fantasztikus volt, ott hallottam először, hogy 20 ezer ember ilyet csinál, hogy Camilla, Camilla. És akárhogy is én ezt nem képzeltem, meg nem vártam soha,
azért mégiscsak nagyon jól esett, hát és szárnyakat adott. Persze. Tehát Berlin után pedig szétkapkodtak. Egész egyszerűen ide hívtak, oda hívtak, és aztán hát az egész Kárpát-medencét bejártam, Magyarországot is természetesen, a legkisebb faluba is elmentem sokszor. Hú, erről írtam egy verset, hogy mifélékkel utaztam. El is mondanám. Igen. Jó? Ez örömmel akkor, ugye most az 50. évet írjuk, és ennek a versnek pedig az a címe, hogy 29 év, mindjárt meg is próbálom keresni. Az a címe, hogy Ars Pro Musica, és remélem, hogy szemüveg nélkül el tudom olvasni, mert saját verseimet persze, hogy nem tudom kívülről. Tudod, barátom, tehát ezt akkor írtam, amikor 29 éve voltam a pályán, és egy pillanatra elgondolkodtam, és mintha valaki úgy megkérdezett volna, hogy miért csinálod, meg mi ez, mit jelent ez neked, és akkor úgy azt hiszem, itt is van, hogy Kolumbiában írtam egy éjszakán. Tudod, barátom, 29 év vég nélküli rév millió kilométeres a jogcsontvelőimben. Buszok és batár, utak és határ, helikopter és marhavagon, karaván át a sivatagon, luxushajó és bicikli, repülő és tricikli, hotelszobák és magánházak, otthonról vitt álomvázak, kunyhók és esztenák, dácsák és paloták, agyakkőbe vájt oduk, nem fakult még meg nyomuk. Ébren ritt az álom a magányos hotelágyon, vaksötétbe fúrva lángolt szemem húrja, véremben lüktetve, dobogva, az idő járta táncát szilajon hújogva. Tudod, barátom, ha megkérdett tőlem, értelme volt-e? Igen, volt bőven. Napsugár kalászú, sudár magyar ifjak, hófehér bajuszú ős magyarok ittak a honvágynak vizéből, az otthon szent ízéből, pillanatnyi nyugvásként a dalok tengeréből. Omlott a csendőr vállamra borulva, siratta tetteit lassan elcsitulva, öntözte arcom szépasszonyok könnye, kik ledéren, kacéron könnyen törtek össze. Nem tudom már, magyar, szégyellős a néni, de szeretem hazám, tám meg tudom nézni. Szilajbús ős székely harsogta bánatát, barna szép szemében izzott a távolság. Együtt dúdoltuk az ősi rigmusokat, s folytottuk italba a gyónt bánatokat. Égetett a régi kommunisták bűne, s hallgattam őket is, fulladozva, tűrve, hogy elém tálalják iszonyatos tettük. Istenem, mi magyarok, hogy mennyit szenvedtünk. Mentem házról házra, országról országra. Mindig gyógyírt vinni mások bánatára. Megyek még eztán is, égből jött feladat, osszam szét köztetek egész önmagamat. Hát ez született ott akkor, egy kicsit összefoglalásként, mert az jutott eszembe, hogy milyen módon jutottam el. Hát volt olyan, amikor marhavagont stoppoltam. De olyan volt, hogy eltévesztettem valahogy a vonatot, kis lenge, ifjú leányzóként felpattantam a vonatra, aztán kiderült, nem is oda ment. Úgyhogy valami ilyen váltóknál, mikor ott szépen lassított, akkor én leugrottam hátamon a gitárral, és akkor bandukoltam a sineken. Bandukoltam, mondom, körülbelül akkor most hol lehet itt most Budapest, mert akkor most vissza kell valahogy gyalogoljak, vissza kell valahogy jussak. És akkor jött egy marhavagon, és kérdezte, hogy lassít, hát látott engem itt a sineken, és azt is látta, hogy igen, életvédelm vagyok, egyáltalán nem halni akarok ott a sineken. És így kiszólt a mozdonyvezető az ablakon, akkor még ilyen sihuhú volt, ez régen volt, és kiszólt, hogy na kislány, hova?
És akkor mondtam, hogy én Szolnokra szeretnék menni, de rossz vonatra ültem. Ó, hát akkor nagyon jó, mert akkor bevisz eddig és eddig a pályaudvarig, és ott felszállhatok. Úgyhogy marha vagas stop voltam. De volt, amikor ilyen hordozható riksába vittek, szóval nagyon, nagyon sokféleképpen utaztam, és értem el az embereket. És mondom, kézről kézre adtak, tehát valahol hallott, aki meghívott, és hát rögtön felhívta a közeli ismerősöket a közeli falvakban, úgyhogy volt olyan, hát akkor még ugye tulajdonképpen se kutyám, se macskám nem volt, akkor még nem jelentett gondot, hogy most muszáj hazamenni, mert etetni kell, meg ezt kell, azt kell, amaz kell csinálni. Úgyhogy akkor azt mondtam, hogy jó, hát akkor holnap átmegyünk oda. És akkor így alakult, olyan esetlegesen, ahogy esik, úgy puffan, ilyen módon. De nagyon-nagyon értékes idő volt. Rengeteget tanultam. Mert én ugye úgy kerültem oda, hogy semmiféle ilyen jellegű iskolát nem végeztem, úgyhogy én állítottam össze a műsorokat, és tulajdonképpen az élet adta a bizonyítékot, hogy most nem szíthattam én senkit, hogyha nem volt jó, akkor én nem csináltam jól. Úgyhogy ebből kellett tanulni. Ha meg jó volt, akkor nem kellett másra mutogassak, mert akkor én gondoltam jól össze a műsort, úgyhogy ez egy óriási tanulási időszak volt. És ezt a sok nyelven, ahogy énekeltél, vagy ez később jött, fokozatosan? Hogy alakult ez ki, hogy akkor egyre több nyelven énekeltél? Hát úgy alakult, hogy nagyon sokat mentem külföldre is. És minden alkalommal az illető országnak a nyelvén vittem egy-egy ráadásszámot, mert ott ültek a hozzátartozók, esetleges olyan családtagok, akik esetleg nem beszéltek magyarul, hogy azért azok is kapjanak valami kedvességet, hogy eljöttek és meghallgattak egy teljes magyar nyelvű előadást, hát akkor tessék, itt van. És ebből alakult ki, hogy mire észbe kaptam, addigra már, amíg ez kiderült, addig 29 nyelven énekeltem, és hát természetesen senki nem profita a saját hazájában. Itthon én mondtam a Magyar Rádió népzenei osztályán, hogy én nekem vannak ilyen nagyon érdekes lett, meg litván, meg ó-okszitán, meg görög, és mindenféle nyelveken vannak dalaim, és azt mondták, hogy hát nekik ez nem kell, mert ha kell valami külföldi anyag, akkor előveszik a külföldi előadókat. Hát jó, én ebbe egy kicsit elszomorodtam, de aztán azt mondtam, hogy hát nem baj. De hogy jártad a világot, akkor jártad a saját utadat, és ez nagyon kedves gesztus, és szép is, hogyha csak egy pár szót az illető ország nyelvén mondunk, akkor már a fülig szarad a szájuk, hogy persze, az ő nyelvükön is szólsz hozzájuk. Én sose úgy igyekeztem ezeket megtanulni, mint egy jól fejlett papagáj, hogy én csak úgy mondom, úgy, ahogy hallom, hanem vettem a fáradtságot, és mindig nagyon rendesen megtanultam. Ez nekem több hónapba került egy-egy dal, mert hogy bementem a nagykövetségre, ilyen-olyan nagykövetségre, mindig amilyen dallal foglalkoztam, és akkor valaki olyat kerestem, akinek volt ideje velem egy kicsit foglalkozni. És akkor én leírtam magyarul, hogy mit szeretnék mondani, és akkor például bementem így a finn nagykövetségre, és akkor lefordították nekem, hogy rakasú leiso, rakasú stevéni, tervéktin tejtállempi mesti, olen Kamilla Dévai nagy, stb. Aki tud finnül, az tudja, hogy bizonyisten érthető. És akkor megtanultam ezt a szöveget is, amit szerettem volna a dalok előtt elmondani, hogy melyik dal miről szól, honnan származik, mégis, hogy valahogy tudják valahova helyezni. Nagyon szép. És akkor például Helsinkiben, amikor kint voltam a rádió irodalmi osztályával kint voltam egy adi műsoron, akkor annyira megtetszettek a dalok, hogy engem visszahívtak. És akkor voltam 20 éve a pályán. És hát azt mondták, hogy szeretnének velem egy portréműsort készíteni, mert úgy hívtak minket, hogy mi a
mi vagyunk az európai Joan Baezek. Mert volt az egykori Szovjetunióban volt a Zsanna Bicevszkája, és Lengyelországban volt a Marila Rodovics, és Magyarországon én. Ilyen gitáros énekesek, igen, akik olyan folk-szerű, de mégis, igen, egy kicsit se nem könnyű zene, se nem komoly zene, ugyan kicsit behatárolhatatlanul énekelünk érdekes dolgokat, tehát azt mondták, hogy mi vagyunk az európai Joan Baezek. Na és ebből lett az, hogy egy alkalommal, amikor éppen 32-szer voltam összesen Amerikában, és amikor kint voltam, akkor a Joan Baez impresszáriójával találkoztunk, és hát akkor természetesen, aki engem meghívott, az meghívta őt is, hogy na hát nézze meg, nem csak a Joan Baez van, hanem né, itt van az egyik európai, igen, Joan Baez. És hát oldalba bökött, hogy akkor énekeljek most Joan Baez dalt is. Hát ez jó nagy meglepetés volt, meg jó nagy megpróbáltatás azért, izgalom, hogy mit fog ehhez szólni. Hát tátott szájjal figyelt, és nagyon tetszett neki. Én meg akkor belendültem, és akkor már énekeltem szlovákul, csehül, mindenféle nyelveken, és a végén így mondja, így felteszi a kezét, azt mondja, mondja. Maga hány nyelven énekel? Mondtam, hogy 29-en. És azt mondja, és van még ilyen a világon? Hát mondtam, hogy fogalmam sincs. Na, majd ennek utána nézünk. Hát gondoltam magamba, persze, egyéb dolga sincs, mint magyarországi énekesnők dolgát, helyzetét igazítani. És gondoltam is, hogy kedves, jó szándékú úriember. Na de fél év múltán egyszer csak kapok egy ilyen hatalmas nagy árkus papírt, rajta egy nagy pecsét, hogy ez az amerikai tájékoztatási hivataltól érkezett, és az állt benne, hogy örömmel tudatjuk, hogy utána néztünk, és senki hivatásos énekes a világon nincsen, aki ennyi nyelven énekelne, úgyhogy kérjük szépen, hogy következő alkalommal jelezze, mikor jön Amerikába, mert akkor összehozunk egy olyan nézőközönséget, amely igazolni fogja, hogy tényleg ön ennyi nyelven, anyanyelvi szinten énekel. És ez tényleg megvolt, és ebből lett az, hogy bekerültem a Guinness világrekordok könyvébe. Így van, igen. Úgyhogy, és az, aminek nagyon örülök, ez az 1995-ös Guinness világrekord könyv, és ráadásul egy hatalmas fényképem is van benne, és oldalt felsorolva azok a nyelvek, amelyeken énekelek. És hát azóta is mindig kapom az értesítéseket, hogy nincs más, még mindig nem köröztek le. Ez mind gyönyörű, de én nagyon szeretném, hogy arról beszélgessünk ezen túl, és muzsikái is, ami szerintem legalább ilyen súlyú, ha nem nagyobb, az iskoládról, a zenedéről. Mert ez egy nagyon szép dolog, hogy jártad a világot gyönyörű, és vitted a magyarok jó hírét, illetve a saját gyönyörű művészetedet a világra, de azt, amit a kronikás zenedében alkottál saját erőből, és alkotsz a mai napig, és tanítod a fiatalokat, szerintem az legalább ilyen. Úgyhogy szeretném, ha most erről beszélgetnénk. Nagyon-nagyon szívesen, és előtte nem tudom kihagyni azt, hogy minden szentek előtt történik ez a felvétel, és hát én is szeretnék tulajdonképpen a halottaimról megemlékezni, és mindjárt majd a beszédből is lehet érezni, hogy milyen közöm van nekem ehhez. Engedtessék meg, hogy most a legszemélyesebben édesanyámnak és édesapámnak énekeljem el ezt a dalt, akik már nagyon régen nincsenek. Sőt, amikor édesanyám küzdött a rákkal, én akkor tanultam meg, hogy mi is van Ady Endre versében. Ennek az a címe, hogy az ágyam hívogat, és azt hiszem, hogyha nem csináljuk végig azt az utolsó évet az édesanyámmal, akkor én ezt a verset nem is tudtam volna megzenésíteni, mert nem tudtam volna, hogy mi áll benne. És
hát ezt még ő is hallhatta, még csak a vázlatosan, mert aztán utána érett meg bennem a vers véglegesen, de most ezt szeretném nekik ajánlani. Álomhely, erőkút, erőkút, csókcsárda, vidámság, vidámság. Mi lettél, koporsó, koporsó, naponként, naponként jobban zársz, jobban zársz. Ledőlni, ledőlni rettegve, rettegve felkelni, felkelni rettegve, rettegve kelek fel. Fölkelni, szétnézni, szétnézni, érezni. Meglátni, meglátni, megbújni, megbújni, kinézni, kinézni, kikelni, kikelni, akarni, akarni, búsulni, búsulni, elszánni, elszánni, letörni, letörni, szégyelni, szégyelni. Ó, ágyam! Behívsz már, behívsz már. Lefekszem. És most gondolatban hosszú utat járhatunk be, mert hogy mint minden, az élet is, maga a születés is fájdalommal, kínnal, nehézségekkel jár, és abból születik mégiscsak az élet. A gyönyörű, a továbbmutató, a megújuló, a folytató, az élet. Nekem részem volt ebben. Mert hogy nagyon sokszor elmondtam, tehát nem szeretném hosszú lére ereszteni, de megtorpantott az élet a nagyon-nagyon sok utazás következtében, mert hogy Hajdúszoboszlóról 1996. január 22-én a Magyar Kultúra Napján, a himnusz születése napján, úgy szoktam viccesen mondani, hogy majdnem a magyar kultúra hősi halottja lettem, mert nem én vezettem az autót, és a sofőr 140 km-es sebességnél elaludt, ráfékezett, jégfolt volt ott, az út, az autó elkezdett táncolni, és az úton és az út szélén jobb oldalt, bal oldalt, ami tábla, vagy útjelző, vagy kilométerkő volt, azt mindent letaroltunk. Akkor épült, ez Gyöngyösnél volt ez a baleset, akkor épült az M3-asnak az a bizonyos szakasza, és valahogy még át se adták a szemközti sávot, tehát még rendesen nem is volt, de valahogy oda keveredtünk a szemközti sávra, ahol hatalmas sebességgel jött egy kamion
egy pótkocsis kamion ráadásul. És amikor láttam, hogy közeledik, és azt is láttam, hogy sajnos a sofőrben nem lehet bízni, mert teljesen elveszítette az önuralmát a kocsi fölött, ott többször rá akart fékezni, és véletlenül mindig a gázra lépett, szóval ott olyan bajok, olyan problémák voltak, hogy én éreztem, nagy óvatosan bekapcsoltam azt a biztonsági övet, amit sosem szoktam. De ez megmentette az életemet, mert egyetlen egyszer szólaltam meg, előtte csak kitámasztottam térdemet is, kezemet is, be voltam kapcsolva már akkor, és amikor láttam, hogy a kamion már egyre közeledik, és már itt van, hogy így kell felnézzek rá, akkor ordítottam el magam, hogy balra. Igen, ám csak, hogy ebben a nagy éjszakai sötétségben, 11:12 volt éjjel, ebben a nagy sötétségben nem lehetett látni, hogy balra nincs út, mert ez ilyen töltés magasságú volt, és kicsit hátrébb a hátunk mögött volt egy híd. És később lemértük annak a magasságát 7 méter. Na, innen tudom azt, hogy az autó, amikor repült bele a semmibe, ugye elmentünk egymás mellett ezzel a kamionnal, de így, hogy ezt nem is tudom visszaadni, ezt a hangot, meg is lökött minket a persze, kamionnak a levegője. Hát iszonyatos volt. Ott, ha mi egymással így tovább szemközt megyünk, akkor ízig-porig tökre mentünk volna. Szóval, és akkor, mikor ugye ezután a hatalmas zúgás után csak azt láttam, hogy ilyen kis tétova remegés, két fénycsóva, ugye az autónak a fénycsóvája, az a semmibe mered. És hirtelen abból a rettenetes zajból az a súhogó csendes hang. És hát a jó Isten szerintem mind a két szemét kinyitotta, mert hogy a lezuhanás pillanatát én már nem éltem meg, illetőleg az ablakot verte be a fejem, meg az oldalsó ablakot, tehát jobb oldalt az anyós ülésben ültem, és ez a vas valami, ez az elválasztó rész, ez nyomult ide a homlokomra, és hát itt egész egyszerűen itt egy ilyen feltorlódott a csont, ahogy így ez kimarta. És csontvirág nőtt homlokomon, hiába dobol a halánték, minden másodperc ajándék, most űzték el a halált épp. Csontvirág nőtt homlokomon, vérbuckák közt kóborol az ész, habzó szájjal nyargal a vész, szakadt ujjam, mély csenevész. Csontvirág nőtt homlokomon, mégsem for torkomra dalom, erősít egy fogadalom, te is, én is úgy akarom. De csontvirág nőtt homlokomon, minden szirma vad fájdalom, szilánkjai égő mágják, csodálkozom, ők nem látják, hogy csontvirág nőtt homlokomon. Tehát az történt, hogy lezuhantunk, és mivel a jégbirodalmába keveredtünk, azért még 120 métert csúszott az autó, hol a kerekén, hol a tetején, felismerhetetlenségig eltorzult, engem lángvágóval szedtek ki, és a kamionos értesítette azonnal a rendőrséget, a mentőket, a tűzoltókat, és hát így szedtek engem ki, és én úgy szoktam mondani, hogy 2 napig voltam az úr vendége, amit úgy foghatnánk fel, hogy egy nagyon sikeres pályának a hirtelen ollóval való elvágása. Így is lehetne felfogni, mert onnantól kezdve a média elfeledkezett rólam. A családom is persze nagyon vigyázott, hogy ne járjunk úgy, mint például a Halász Judit, akit szegény, amikor még öntudatánál se volt, akkor is fényképezték a kórházban, tehát ezt nagyon-nagyon nem szerette volna a családom, tehát én mutyival haltam meg, és támadtam vissza valahogy az életbe. Fél évig tanultam újra járni, beszélni, a leszakadt ujjamat újra a gitárhoz édesíteni, és akkor körülbelül egy hónapig úgy éreztem, hogy ez valami irtózatos büntetés. És valami olyan rettenet, hiszen nyaktól lefele lebénultam. Ez az egy kezem működött. És
csak meghalni szerettem volna, visszamenni abba a fénybe, és nem értettem, hogy én itt most mindenkinek csak a terhére lennék. Engem pelenkáztatni kell, még arra sincsen remény, hogy a tolókocsiba ülhessek, hát ez iszonyatos, és ezt én egész egyszerűen nem akarom. Viszont olyan nyomorult voltam, hogy még valami gyógyszereket se tudtam volna bevenni, hogy elmenjek ebből az árnyékvilágból. Tehát itt voltam, gondoskodtak rólam az orvosok, de hát én semmit nem javultam. Én olyan makacsul vissza akartam menni a fénybe, hogy én szerintem az agyam tudatával is már szinte sikerült volna. És akkor jött egy olyan csoda, amit mondom, biztos, hogy többen hallottak már, de kihagyhatatlan. Mert a gitárom egy hónap múlva előkerült. És méghozzá úgy, hogy jöttek be hozzám, amikor már olyan állapotban voltam, hogy hát egyáltalán meg lehetett mutatni, mert az igaz, hogy semmim nem tört el, de viszont hússzínű hús se volt rajtam. Mert ugye amíg azt a 150 métert pörögtük, addig a karom, a lábam, az arcom, minden fekete volt a vértől, tehát színtiszta véraláfutás voltam, iszonyat volt. Na, és jöttek már látogatni, és az egyik látogató azt találta kérdezni, hogy hát és a gitárod, azzal mi van? Gitár. Hát én nekem a vérnyomás, hogy az egyik kezembe ennyi, a másikba annyi. Hogy egyáltalán a szedcsontomtól hogy kell levegőt venni. Hát egész más problémáim voltak, tehát nekem a gitár eszembe nem jutott eddig a pillanatig. Na de akkor eszembe juttatták, lehajtottam a fejem, és azt mondtam, hogy nem. Nem akarok róla tudni. Nem akarok róla tudni. Persze, mert hát csak összetörhetett, hiszen puhatokban volt, nem volt még ilyen szivacsbetét se, és lekötetlenül ott volt a kocsinak a hátsó ülésén. Hát az biztos nem úszta meg, hát nem lehet megúszni. És akkor hát ezek a látogatók megkérdezik a nővérkét, hogy hát és a Kamilla gitárja a csomagjai között itt van? És akkor mondja a nővérke, igen. Hát akkor hozza be, mondták. A nővérke hozta. Hát én oda sem mertem nézni először, mert a puhatokból hát ilyen kajla kellett volna legyen, hogyha összetörik, hát a faforgács. Uh-huh. És nem, hogy faforgács, hanem húzza ki a nővérke. Látom, a feneke megvan, egész a hangjukig. Hát akkor már akkor teste megvan, húzza tovább a nővérke, és látom, hogy a nyakát húzza, és megvan, és rajta vannak a húrok, és már csak a feje van kinn, és akkor azt meg már meg lehet javítani. És kihúzza a gitárt egyetlen egy karcolás nélkül. Semmi, de semmi baja nem volt, és a nővérke is érezte, hogy ez valami egészen különleges állapot, és így oda helyezte nekem a pocakomra így a gitárt. És mondom, ez az egy kezem nem volt. Itt ezek az ujjak, ugye itt ez az ujjam majdnem leszakadt, itt a csont azért megtartotta, de ez a három ujjam nagyon be volt kötve, és ez a kettő működött. Azzal, amíg még nem tudtam beszélni, azzal egy 87 oldalas verses kötetet írtam, amit háromszor adtak eddig ki, és most már róla szó, hogy ezt csak nagyon halkan mondom, de lehet, hogy még egy negyedik kiadás is lesz belőle. Az a címe, várjuk, hogy Vers vigasz. Várjuk, és, itt van és, a CD-k. Igen, lemez formájában is felmondtam. És hát... Akkor, mikor ide helyezte a pocakomra a nővérke a gitárt, akkor hát valahogy meg kell simogatni. És mondom, ez az ujjam nem volt bekötve, és ezzel hát hogy simogat meg az ember egy hangszert, hogy megpendíti. És a létező legnagyobb csoda, még annál is nagyobb csoda, hogy nem törött szét, hogy el sem volt hangolódva. Állt két napig az autóroncsban, a mínusz 20-25 fokos hidegben, és a szanatóriumban pedig egy hónapja volt akkor bent, és ott pedig olyan plusz 20-25 fok.
volt. Tehát ne magyarázza nekem senki, és nem is tudja nekem senki se, se fizikus, semmiféle fajta materiális eszközzel nekem beadni, ezt nem tudják. Ez nem normális. Volt. Ez egy valóságos, élő, igazi csoda, amit én úgy jeleztem, hogy én ennek tudatában vagyok, hogy azonnal ezt a bunkó kötött kezemet felemeltem, és azt mondtam, hogy igen, uram, értettem. Ő megmaradt, akkor én milyen jogon nyavajgok? Hát lesz velem, uram, egy kis dolgod, de számíthatsz rám, mert mindent meg fogok tenni, és ha te segítesz, akkor együtt. Abszolút többségben vagyunk. Igen. És ez történt, mert utána még hosszú-hosszú ideig tartana, amíg a felépülés minden mozzanatát mondanám, de érkezzünk el a krónikás zenedéhez, mert arról szólt. Az időnk része sem fogy. Igen. Igen, tehát a krónikás zene, de abban a pillanatban, ahogy én ezt éreztem, hogy ez csoda, azt is éreztem, hogy ez egy lehetőség. Hogy én most esélyt kapok arra, hogy ami eddig az életemből kimaradt, végre, most megvalósíthatom. Igaz, hogy nincsen rá hivatalos passzusom, mert végül is hát nem végeztem el a Zeneakadémiát, de elvégeztem operatanszokot, végeztem én annyi más tanulmányt, és az élet volt a legnagyobb tanítómesterem, a helyzetek, amelyeket mindig meg kellett oldani. És végig gondoltam, hogy ha én most kezdeném a pályát, akkor kikhez fordulnék, hogy kik azok, akik most, ma, itt Magyarországon a legjobban tanítanak, és egyáltalán mit kell annak tanulnia, aki így a hátára veszi a gitárt, és neki indul a nagyvilágnak. Először is nagyon szépen kell magyarul beszéljen, tehát hívtam a drága Vaha Imre professzort. Jaj, de csodálatos órái voltak, mert énekelünk és gitározunk, és netán még valaki saját verset ír, akkor meg kell tanulni, hogy mi is az a jambus, a trocheus, az robogó anapestus, hát akkor ezeket Vaha Imre megtanította. Na de ha zenét írunk, akkor ott van Sári László, aki a Zeneakadémia professzora volt, és a Sári metódot, az ő különleges ilyen apró kövekkel kidolgozott módszerét kezdte el kísérletezni nálunk, és fantasztikus volt. Akkor kell klasszikus gitárt is tanulni, Dabóczi Veronikát kértem meg erre az alkalomra. Kell tudni mozogni is, meg egész más, hogy gitárral hogy húzom ki magamat, meg lépcsőn kell tudni menni éneklés közben. Úgyhogy akkor a Móger Ildikót kértem fel, aki a Pécsi Balettnek táncosa és koreográfusa volt. Tehát összeállt egy ki ne hagyjam a hangképző tanárunkat, Mádi Szabó Katalin tanárnőt, aki a színművészeti, akkor még főiskolának volt a tanszékvezető tanára, és a legelső tanárok a Huzella Péter és Radványi Balázs, és jó magam kezdő ének és kezdő gitár tanárok. Így állt össze az első krónikás zenede. Mikor? Ez 1996. október 16-án. Úgyhogy most volt 22 éve, hogy mindenféle állami támogatás nélkül, de jelentem, hogy élünk, vagyunk, dolgozunk, és közel 400 diák ment már ki a kezem alól, és nagyon sikeresek lettek. A történelmi Magyarország területéről, igen, amit feltétlenül szeretném, ha megemlítenénk, mert hogy ez egy ilyen iskola, hogy Kárpátaljáról, Erdélyből sokan jöttek, és volt, igen, szerencsém egy párszor hallani titeket. Tehát ők is fognak szerepelni november 10-én délután 5 órakor ezen a bizonyos koncerten. Igen, a régiek közül is hívtam. Hát tényleg a teljesség nélkül, mert szívem szerint, ha mindenkit felsorolnék, rá menne a műsoridő. Igen. De azért említem a Mistral együttest, akik az én fészek aljamból valók, akkor a Regélők ének együttes, Maszkura és a Tücsökraj együttesnek a Bíró Szabolcs szólistája szintén az én gyermekem, de ki ne hagyjam Szakács Ildikót, aki most kisbabát várt, és
most született gyermeke, és ő pedig az Operaház szoprán szólistája, Éjkirálynőt és hasonló szerepeket énekel. Csobolya József, aki Kárpátaljáról szintén az opera kórusában van. Vagy aki a címszereplője volt a Toldi előadásnak, ő pedig Gyergyó remetéről van, György Rózsa Sándor. De Tardoskertről, Felvidékről, ott van Vanya Robi, és még sorolhatnám az Ortent együttes, akkor az Osztováta együttes, nagyon, nagyon sokat sorolhatnék még. Nagyon sok szeretettel várjuk akkor a kedves nézőket, hogy jövő szombaton, tehát november 10-én, délután 5 órakor jöjjenek és hallgassák meg ezt a csodálatos jubileumi koncertet. És nagyon köszönöm, hogy eljöttél, ennyi fért ebbe az adásba. Nagyon remélem, hogy még ellátogatsz ide az Apostol Televízióba, és még tudjuk folytatni a beszélgetéseket és a muzsikálást is. Én is remélem, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.